Most tovább, mindig csak frissíti a rendszert. Kérlek szépen válaszva, ha ne telepítsa frissítést, mégsem nem engedelmeskedik a rendszer a felhasználóra, hogy ne legyen frissítve, ez helyett meg nagyban frissíti a rendszert, szépen lassan frissítegeti, tudod mennyi a sebessége neki. Nem lehet, mert frissíti telepítést futtat. És akkor itt van ez a bug, ahol több helyen is jelentkezett. A 16.04-ben. Ilyen bug van a Ubuntu-nak is. Lehetett írni. Van egy videó, hogyan is lehet a hibákat jelenteni az Ubuntu-nak. Szépen írni formába, mi is a hiba, el lehet küldeni nekük, hiba is lép föl rajta. Ezért lecserélve a Ubuntu 19.10-es rendszer, mert egyszerűen nem akarta 10 perc után, ha a videót néztél rajta, elment a kép. De látható, hogy mi is történt, megjelent ez a bug, ez állandóan folyton van a rendszerben, a 10 perc után automatikusan lekapcsol. Köszönöm a figyelmeteket, és éppen szevasztok!
Itt van, automatikusan. Lekapcsolt. 10 perc után, az volt a hibája neki. Utána ilyen hiba nem lesz a Ubuntu. Ubuntu-ba volt. Netán nem lesz a Mátéba. Fog deríteni, derülni. Van hiba benne, van nincsen hiba. Talán amikor be fogja fejezni a rendszer a telepítéseket. Eléggé hosszan telepít. Ilyen hosszú nem szokott lenni a Ubuntu-nak. Nem szokta rögtön kéne a frissítéseket. Ez automatikusan frissíti a AMD GPU drivereket, meghajtókat, és majd talán jól fog. Jól lesz majd napi célokra használva, netán pedig rajta programozni is. Egy pár alkalmazás van, ez a CodeBlock. Egyéb más ilyen oktató alkalmazás ingyen van rajta. Lehet rajta feleszteni a tudást, nem csak filmeket nézegetni rajta, Facebookot, Twittert, YouTube csatornákat, egyéb más multimédiás tartalmakat. Mert tudom azt, hogy az káros. Nem egészséges ilyen filmeket nézni, sorozatokat, meg egyéb más mindent. Átársasabb, hogyha megfogod, helyette könyvet olvasó, legjobb esetben valakivel csinálsz valamit, legrosszabb esetben meg nekiültök filmet nézni, sorozatokat, és más embert figyeltek. A tévé virtuálisan hozzátok beszél. Ez tényleg úgy néz ki, hogy feltelepült a rendszer. Köszönöm a figyelmeteket ismétlen, szevasztok!